Mérleg. Fontos kérdésekről részletesen. Köszöntöm a hallgatókat! A mai mérleg szerkesztőjét Szabó Hangya Terézt hallják. Műsorunk vendége dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció vezetője, akivel a szerb kormány megalakulásáról, munkaprogramjáról és a VMS parlamenti képviselőinek feladatairól is beszélgetünk. A program alapján van néhány fő cél, amelyeket mindenképpen teljesíteni szeretné ez az új kormány. Ugyanakkor ezzel az expozéval kapcsolatban, illetve ezekkel a célokkal kapcsolatban, ugye mint a frakció vezetője, elmondta a véleményét, és konkrétan fordult néhány olyan tárca vezetőhöz, akiknek a munkája majd szorosan összefügg Vajdasággal, illetve vajdasági településekkel. Ez egy atipikus év, és egy atipikus mandátum lesz. Azért atipikus év, mert gyakorlatilag minimális volt a parlamentnek a munkája, mert még áprilisban meg kellett volna tartani a választásokat, aztán ez kitolódott júniusig. Én azt gondolom, hogy az egész 2020-as esztendőben 10 ülésnapja volt nagyjából a szerbiai parlamentnek, a kampány miatt, illetve a járványhelyzet miatt, úgyhogy bizony van mit behozni. És azért lesz atipikus ez a mandátum, mert a köztársasági elnök előre bejelentette, hogy 2022. áprilisában választások lesznek, ami vagy így lesz, vagy nem így lesz, majd meglátjuk, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kevesebb, mint másfél év lesz ennek a parlamentnek, illetve ennek a kormánynak a mandátuma, ami azt jelenti, hogy olyan, mintha átaludtuk volna az első 2,5 évet, és a harmadik év második felében indul a mandátum gyakorlatilag. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a két okból logikusan következik az, hogy föl kell gyorsítani a munkát, és hogy nem mondom azt, hogy másfél év alatt kell azt megcsinálni, amit egyébként 4 év alatt kellett volna, de picit biztos, hogy fel kell gyorsítani a munkát. A VMS számára ez azt is jelenti, hogy még inkább előtérbe kerülnek azok a területek, azok a témák, amelyeket egyébként is szorgalmaz a VMS, és nem hogy csak előtérbe kerülnek, hanem talán határozottabb lesz a munkának a gyakorlati megvalósítása érdekében, határozottabb lesz a föllépés a VMS-nek? Én azt gondolom, hogy eddig is elég határozott volt. Ami változni fog, az az, hogy most nem 4-en vagyunk, hanem 9-en, ami azt jelenti, hogy a vajdasági magyar szavazók bizalmából kifolyólag sokkal több időnk van a parlamentben, sokkal többen, sokkal többet szólhatunk hozzá. Ez megmutatkozott már most is a kormányválasztásnak a vitájában, hiszen ahogy korábban is mindig én 20 percben frakcióvezetői minőségben ismertettem az elvárásainkat, de Juhász Attila képviselőtársam beszélt a mezőgazdaságot érintő gondokról és elvárásokról, illetve csak Anna Mária az oktatásról és úgy egyáltalán a kisebbségi jogérvényesítésről. Ez azt jelenti, hogy több mint fél órát beszéltünk a parlamentben ezekről a bennünket érintő ügyekről, és ez így fog lenni a jövőben is. És megmutatkozik ez a bizottsági összetételből is, soha ennyi bizottsági helye nem volt a Vajdasági Magyar Szövetségnek, ez kizárólag olyan szempontból jelentős, hogy több területet tudunk közvetlen módon lefedni, több terület vonatkozásában lesznek információink és megszólalási lehetőségünk a bizottságokban is. 26 bizottsági helye van a Vajdasági Magyar Szövetség frakciójának, ami azt jelenti, hogy a 20 létező parlamenti bizottságból 14-ben képviselteti magát a vajdasági magyar közösség. Az a néhány, amiben nem vagyunk jelen, olyan ügyekkel foglalkoznak, amelyek magyar szempontból nem bírnak közvetlen jelentőséggel, mint amilyen a diaszporának az ügye, ami hát ugye nem érdekel bennünket, illetve a Koszovó ügyi bizottság, a titkos szolgálatokat felügyelő bizottság, az összes többi bizottságban gyakorlatilag részt tudunk közvetlen módon venni, úgyhogy azt gondolom, hogy még inkább hallatni tudjuk a hangunkat. Ezen túl van-e a 14 bizottságból olyan, amelynek a munkájára, tevékenységére mindenképpen közvetlenül szeretne hatni a VMS? Ebben a másfél évben mind a 9 képviselőnek bizonyítania kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki a saját bizottsága területén maximálisan el fogja végezni a munkát. 2 bizottságot szeretnék kiemelni, amelyek olyan szempontból jelentősek, hogy vezető tisztséget tölt be a VMS képviselője. Az egyik ilyen az Európai Integrációs Bizottság, amelynek Kovács Elvira az
elnöke, illetve a mezőgazdasági bizottság, amelynek továbbra is Fremond Árpád az elnök helyettese. Akkor ez azt jelenti, hogy számunkra legalábbis vajdaságiak számára két talán legfontosabb terület a mezőgazdaság, mert hiszen abból élünk, illetve az európai integráció, ami régi-régi célunk már, és mi vagyunk végül is fizikailag is legközelebb az Európai Uniós határhoz. Ezekkel kapcsolatban mindenképpen nagy dolgokra készül a VMS. Mitől függ az, hogy mely javaslatok hogyan tudnak majd megvalósulni, amelyeket a VMS majd benyújt? Elsősorban a kormánytól fog ez függni, és ezért fontos az, hogy alá fogjuk írni hamarosan a koalíciós szerződést a szerb haladó párttal, és államtitkári szinten részt veszünk a kormány munkájában. Azt gondolom, hogy 2014-ben megteremtődtek azok a szabványok, amelyekhez ragaszkodtunk 16-ban is, illetve most is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy a célkitűzéseinket lajstromba vevő koalíciós szerződés, amely nyilvános, és amelyet bármelyik pillanatban átlapozhat bármely polgár, és megállapíthatja, hogy abból mi valósult meg, illetve mit kell még megvalósítani. Az államtitkári tisztségek pedig azért jelentősek, mert akkor a végrehajtó hatalomban is közvetlen ráhatásunk van a döntések előkészítésére, és nem kértünk miniszteri helyet most sem, mint ahogy 16-ban vagy 14-ben sem, azért, mert sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy több minisztériumban legyen államtitkári jelenlétünk, mint hogy egy tárcát vezesse a Vajdasági Magyar Szövetség valamelyik politikusa. Igyekszünk helytállni azokban a minisztériumokban, amelyekben eddig is volt államtitkárunk, ezeket fontos területként éljük meg, az oktatást, a mezőgazdaságot, az egészségügyet és az építésügyet, illetve az infrastruktúrát. Emellett pedig a választási eredményből kifolyólag azt gondolom, hogy még néhány minisztériumban számíthatunk államtitkári helyekre. Ezekre a nagy feladatokra készül a VMS. A háttérmunkára is rá kell kérdeznem. Készülnek-e már, vagy még korainak találják, minek után még nem kristályosodott ki, hogy mely területeken lesz még államtitkár a VMS-nek? Úgy működik most már itt a 21. században, sőt a 20. század második felében is a parlamentáris demokrácia, nem csak nálunk, hanem más európai országokban is, hogy a kormány diktálja a tempót. Amikor megalakul az új kormány, akkor mindig visszavonja az összes eljárásban levő törvényjavaslatot. A kormány tegnap megtartotta az első ülését a megválasztást követően, fölmentette az összes államtitkárt, az előző mandátumban kinevezett államtitkárokat, illetve visszavonta az összes törvényjavaslatot. Az egyik első téma a pótköltségvetés elfogadása lesz. A dolgok jelenlegi állása szerint a jövő hét folyamán fogja a kormány parlamenti eljárásba utalni, aztán pedig el fog kezdődni nagyon gyorsan a jövő évi költségvetésnek a kidolgozása. Ezek azok a törvények, amelyek megteremtik majd a működésnek a kereteit a következő évre vonatkozóan, úgyhogy egyelőre ezzel foglalkozunk mindannyian, és hát ezen kívül pedig, ami majd a kormány részéről érkezik a parlamentbe, mindig az adott VMS-es képviselő föl fog készülni, és el fogja mondani a vajdasági magyarságnak az elvárásait, és remélem, hogy a módosítási indítványok elfogadása tekintetében is olyan sikeresek leszünk, mint az előző 4 éves mandátumban, hiszen gyakorlatilag 100%-os eredményt tudunk felmutatni. Nagyon fontos az, hogy ne csak véleményt mondjunk a javaslatokról, hanem konkrét javaslatokkal, indítványokkal, a szövegeken, a törvényeken is javítsunk, erre készülünk a jövőre vonatkozóan is. Képviselői gyakorlata, illetve tapasztalata mit mutat? Benne vagyunk még ebben az európaibbá váló folyamatban, hogy próbáljuk összehangolni a törvényeinket, rendelkezéseinket az Európai Uniós követelményekkel? Igen, ez is egy feladat, meg ahogy említettem, elég nagy a lemaradás az idei évből, hiszen nagyon keveset ülésezett objektív okokból a parlament. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi majd azt, hogy a parlament folyamatosan ülésezzen, akkor azt gondolom, hogy nagyon intenzív munkára lehet számítani, és remélem, több okból remélem, hogy a járványügyi helyzet lehetővé is fogja tenni ezt az intenzív munkát. Ezt azért fontos kiemelni, mert a parlament 250 tagú, és hogyha a szakszolgálatok jelenlevő munkatársait, az újságírókat és mindenki mást, akik egy-egy parlamenti ülésen jelen vannak, is figyelembe veszünk, akkor azt jelenti, hogy abban az épületben minden egyes ülésnap 5-600 ember szokott jelen lenni.
A mérleg második részében folytatjuk a beszélgetést az újonnan megalakult köztársasági kormányprogramjáról, részletesebben kitérve a vajdaságot is érintő kérdésekre. Beszélgető partnerünk továbbra is dr. Pásztor Bálint, a VMS frakcióvezetője. A kormányfő azt ígérte, hogy még nehezebb munka vár a képviselőkre. Ugyanakkor elmondta, hogy a 2025-ig tartó fejlesztési beruházási program elkészült. Ezzel kapcsolatban a VMS-nek van-e külön véleménye, mert hiszen egy elég nagy időszakról van szó, amelynek végül is a beláthatósága nagyon bizonytalan, talán még soha nem volt ennyire bizonytalan, mert tervezni lehet, csak épp a járványügyi helyzet határoz meg majd mindent. Van egy Szerbia 2025 elnevezésű fejlesztési terv, ami 14 milliárd eurót foglal magába. Én azt gondolom, hogy ebből sok mindent meg lehet csinálni. Nem látjuk ebben a pillanatban, hogy a járványügyi helyzet milyen plusz költségeket fog róni a költségvetésekre. Azért mondom több eszámban, mert ez a tartomány, illetve az önkormányzati költségvetésekre is ki fog hatni. Biztos, hogy váratlan kiadásokra fog sor kerülni, illetve a bevételek nem úgy fognak megvalósulni, ahogy normál helyzetben az lenne. De olyan célokat is magába foglal ez a Szerbia 2025-ös fejlesztési terv, amelyek vajdasági magyar szempontból, illetve a mi önkormányzataink szempontjából nagyon jelentős. Utak építése, utak felújítása, csatorna, hálózatépítés, vízvezeték, kiépítés. Én arról beszéltem a kormány megválasztását megelőző parlamenti vitában is, hogy nagyon pozitív és jó az, hogy a kormányfő ilyen fontosnak tartja a digitalizációt, és ezekről a célokról ő folyamatosan beszél, és van is előrelépése tekintetben, de mégiscsak a realitás talaján kell maradni, és el kell azt mondani, és el is mondtam, hogy egy olyan országban élünk, amelyben nagyon sok helyen még nincs vezetékes víz, nincs csatornahálózat. A szabadkai példát említettem, ahol 2 kilométer a városházától nincs csatornahálózat, néhány kilométer a városházától nincs vezetékes víz. Borzasztó állapotban vannak a járdák, a bicikliutak, rengeteg utat kellene felújítani. Úgyhogy ilyen tekintetben talán ez kellene, hogy az elsődleges legyen, de ez a fejlesztési terv ilyen irányú befektetéseket is előirányoz, és biztos vagyok abban, hogy a mi önkormányzataink is részesülni fognak ezekből az eszközökből, illetve ez lesz a mi célunk, és oda fogunk arra figyelni, hogy ez így legyen. Az önkormányzatoknak pedig az a feladata, hogy elkészítsék a terveket, és hogy komplett dokumentációval rendelkezzenek, hogy amikor eljön a pillanat, akkor pályázni tudjanak ezekre az eszközökre. Konkrét miniszterekhez, minisztériumokhoz fordult már is az első hozzászólásában, és akkor vegyük ezeket, hogyha lehet, sorba. Elsősorban is a közúti infrastruktúrával kapcsolatban tudjuk, hogy ez nem csak vajdaság problémája, és nem csak az itteni önkormányzatoké, hanem mindenki, illetve azért nagy probléma, mert az Európai Unióhoz való csatlakozásnak az első és alapvető föltétele, hogy fejlett legyen az infrastruktúra, enélkül sem beruházó, sem turista nem fog érkezni a határon túlról, még ha meg is szűnik ez a járványhelyzet. Miért volt ez annyira fontos, hogy elsőként kellett megemlíteni, amikor hozzászólt a jövendőbeli munkához, illetve konkrét példákat is mondott, ami az úthálózatot illeti, ez a Belgrád, Nagybecskerek, Újvidék, illetve az Ombor-Kula, Verbász, Becse, Nagykikindai, Belgrád és Újvidék, illetve Belgrád és Szabadka között a közúti forgalmat említjük, a vasúti forgalmat említjük, mindegyiknél fejlesztésre lenne szükség, méghozzá gyors és hatékony fejlesztésre. Én szeretek konkrétan szólni a miniszterjelöltekhez, akkor még miniszterjelöltek voltak, és a legelső pillanatban világossá tenni az elvárásokat, ezért szólítottam meg ma már mondhatjuk minisztereket. Az infrastruktúra fejlesztés terén váltásra került sor, hiszen Zorana Mihajlovic, aki az előző mandátumban miniszter volt, most is az lesz, de most egy másik tárcát fog vezetni, és új miniszter lesz Tomislav Momirovic személyében. Elmondtam azt, hogy az előző mandátumban nagyon jelentős beruházásokra került sor. Ez annak is betudható, hogy Kern Imre személyében államtitkárunk volt ebben a minisztériumban, és több mint 30 év után befejeződött az Y-elágazás, de rögtön hozzátettem, hogy ez a regionális jelentőségű projektum
ugyan befejeződött, de adósak vagyunk még két felüljáróval, amelyek közül az egyik épül, a másiknak pedig ki kell szintén épülnie, és mi azon leszünk, hogy ez minél gyorsabban megvalósuljon, és vannak új projekt elképzeléseink is, mint amilyen például a Szabadka-Zenta út, vagy amilyen a Csantavér-Orom közötti út, ami nem csak ennek a két falunak nagyon régi álma, hanem azt gondolom, hogy nekünk érdekünk, hogy Magyarkanizsa és Szabadka község, illetve város minél inkább össze legyen infrastruktúrailag kötve, és a vasútfejlesztés is ide tartozik. Mindenki a Belgrád-Budapest vasutat szokta emlegetni, ami kétségtelenül nagyon fontos, de nekünk talán még fontosabb a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalnak a kiépítése. Ez is elkezdődött az előző mandátumban, és bízom benne, hogy továbbra is állíthatjuk azt, hogy 2022-ben már használatba lehet majd venni a Szabadka és Szeged közötti szakaszt, és folyamatosan azon leszünk ebben a mandátumban is, hogy minél több elképzelését, infrastruktúra fejlesztési elképzelését tudjuk támogattatni a szerbiai kormánnyal, a mi önkormányzatainknak. Ami még nagyon fontos, legalábbis nekünk szabadkaiaknak, az a Szabadkai Népszínház, illetve a Palicsi tó és a Palicsi üdülőközpontnak a megépítése. Ezt a kettőt is a miniszter úrnak teljesen közvetlenül és név szerint említette. Igen, és nagyon jó, hogy a miniszterelnök is az expozéjában azt deklarálta, hogy 2021 végéig be kell fejezni a Szabadkai Népszínháznak az épületét. Én remélem, hogy ez így is lesz, és rajtunk nem fog biztosan múlni végső ideje, hogy ez a projektum is befejeződjön a Szabadkai kerülő úthoz hasonlóan, ami pedig a Palicsi fejlesztést illeti. Ez egy több szakaszos fejlesztés, hiszen nem csak a wellness központról van szó, azt is be kell fejezni, de mi azt szeretnénk, ha Palics visszanyerni a régi fényét, és az ország egyik legkiemelkedőbb idegenforgalmi látványossága lenne. Ehhez az szükséges, hogy a régi épületek is az egykori fényükben pompázzanak, és hogy minél több olyan kísérő tartalma legyen Palicsnak, ami ide vonza a turistákat. Ugyanakkor legalább ennyire fontosnak tartjuk, és ez a két cél nem választható el egymástól, hogy ezek az új tartalmak úgy kerüljenek kialakításra, hogy ne kerüljön veszélybe Palicsnak az évszázados építészeti jellege. Tehát ezek a végül is a kézzelfogható épületekben megnyilvánuló, utakban megnyilvánuló programok, amelyekre úgy kell mondjam, inzisztált is az illetékes miniszternél és minisztériumnál már az első pillanattól kezdve. Ennél is fontosabb a másik két kérdés, amelyet szintén külön az illetékes miniszterekhez intézett, ez pedig a jó együttműködés a kormányzó párttal nyilvánvalóan, ezt majd az aláírt koalíciós szerződés biztosítja mindenképpen, és a stabilitás, illetve a biztonság érzete a vajdaságiaknak, mint több az utóbbi időben a panasz, veszélyben érzi magát a lakosság. Miért is kellett ezt külön kiemelni, amikor még el se kezdte a minisztérium tulajdonképpen a munkáját? A tegnapi franciaországi események is azt bizonyítják, hogy a biztonság a legfontosabb, és a mai világban a biztonság alatt a közbiztonságot is értjük, de az egészséghez fűződő biztonságot is, a gazdasági létbiztonságot is, tehát a biztonság az a fogalom, ami mindent magában foglal, és elsősorban mindezek mellett az illegális migránsokkal kapcsolatos helyzetre gondoltam, és azt kértem a miniszterelnöktől, hogy a szerbiai fegyveres erők minél nagyobb létszámban legyenek jelen a mi területeinken, amelyek a leginkább sújtottak az illegális migránsok jelenlétével. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy 300 migránst elszállítottak innen a szabadkai befogadóközpontból tegnap előtt, de nem lehetünk naívak, és nem is szabad az embereket félrevezetni. Biztos, hogy ez egy olyan probléma, ami a következő hónapokban is jelen lesz, az illegális migránsok nem fognak eltűnni. Sajnos, ugyanakkor az állampolgárok biztonságának a megteremtése a szerbiai kormánynak az első számú feladata kell, hogy legyen. Megengedhetetlen az, hogy buszmegállókban az iskolások ne merjenek felszállni a buszra a migránsok miatt, hogy egyéb közbiztonságot veszélyeztető incidensekre, atrocitásokra kerüljön sor nap-nap után, nem csak Szabadkán, hanem Magyarkanizsához tartozó településeken is, meg magán Magyarkanizsán, illetve Nyugat-Bácskában is, Észak-Bánátban is, most már Közép-Bánátban is.
Úgyhogy ezért kértem azt, hogy a rendőrség és a hadsereg minél nagyobb létszámban legyen jelen ezeken a területeken, hiszen láttuk azt az előző hónapokban, hogy a kormány, illetve a köztársasági elnök kivezényelte a hadsereget például Zomborba és Sídre, és másfél nap alatt rendet tettek. Úgyhogy én arról beszéltem a parlamentben, hogy vajdasági magyarság ezt jó szemmel nézni, ellentétben más kisebbségekkel, amelyeket zavarja a szerbiai hadseregnek vagy rendőrségnek a jelenléte. Nekünk ilyen gondunk nincs, ugyanakkor a biztonság szavatolása se, hogy máshogy nem történhet, hiszen a szabadkai rendőrségnek például nincs elegendő állománya ahhoz, hogy önerőből ezt a kérdést meg tudja oldani, és ez nem az ő hibájuk, hanem egyszerűen ők nem lehetnek, meg a magyar kanizsai rendőrség sem lehet egy ilyen helyzetre önállóan felkészülve, úgyhogy várjuk a segítséget Belgrádban. És végül, de nem utolsó sorban Gordana Csomics miniszterasszonyhoz fordult, aki a kisebbségi kérdéseket ismeri is. Teljesen természetes, hogy a VMS képviselője ezzel a kérdéssel kapcsolatban közvetlenül is megszólította a miniszterasszonyt. Mire kérte? Gordana Csomicsa közel 14 éven át koptattuk közösen a parlament padjait. Soha nem tartoztunk egy politikai opcióhoz, de ennek ellenére kialakult egy normális emberi viszony, egy fajta kollegialitás. Nagyon sokan meglepődtek azon, hogy ő miniszter lett, hiszen ő az előző mandátumban még az ellenzék soraiba tartozott, de örülök annak, hogy elvállalta a fölkérést, és miniszter lesz, és hogy többek között a kisebbségi jogok is hozzátartoznak, hiszen ő újvidéki, tartományi képviselő is volt, ismeri a problémáinkat, úgyhogy amennyiben meg lesz a jó szándék a részéről, akkor nagyot tudunk előrelépni. Arról beszéltem, hogy elsősorban azt várjuk tőle, hogy a részarányos foglalkoztatás megvalósítása tekintetében legyen előrelépés, hiszen a jogi kereteket sikerült megteremteni, most már a gyakorlaton van a hangsúly, és ebben várjuk az ő együttműködését, és ugyanez vonatkozik Branko Ružićra is, aki oktatási miniszter lesz, akivel szintén több mandátumon át voltunk képviselőtársak, szintén nem egy politikai opcióban, de ugyanaz mondható el róla, ami Gordana Csomicsról, hogy ismeri a mi ügyeinket, hiszen az előző mandátumban önkormányzati miniszter volt, ahova a kisebbségi ügyek is tartoztak, és azt gondolom, hogy ő jó oktatási miniszter lehet, és arra kértem, hogy továbbra is legyenek érvényesek azok a szabványok, amelyeket kidolgoztunk az előző években, hogy például 5 fővel lehet kisebbségi nyelven, így magyar nyelven is osztályt nyitni, ezen kívül pedig a kisebbségi oktatás fejlesztésében kértem, hogy legyen nyitott, én azt gondolom, hogy ez így is lesz. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy milyen év vár a VMS frakcióra a parlamentben, a szerbiai parlamentben, akkor hogyan lehet egy mondatban ezt megfogalmazni, milyen munkájuk lesz az idén, illetve ebben a mandátumban? Azt gondolom, hogy sok dolgunk lesz, de egyszerűbb a helyzet, mint az előző mandátumban, hiszen most nem 4 felé, hanem 9 felé kell osztani a teendőket. Ez azt fogja eredményezni, hogy több üggyel fogunk tudni foglalkozni, láthatóbbak leszünk, kezdeményezés sokkal inkább jellemző lesz ránk, mint az előző mandátumban, úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek leszünk. A mérleget hallották. Műsorunk vendége dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakciójának vezetője volt. A műszaki munkatárs Móra Tibor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra. Mérleg. Fontos kérdésekről részletesen. Készült a Tartományi Művelődési Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság támogatásával. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a titkárság álláspontját.